Január 1-től 27%-ról 18%-ra csökkent az internet szolgáltatást terhelő adó Magyarországon. Ettől az időponttól az előfizetők havonta átlagosan 8-9%-kal kisebb díjat fizetnek. Az áfa csökkentés csak az internet szolgáltatásra és a mobil internet előfizetésekre érvényes. A TV és telefon előfizetési havidíjak, valamint az ezt kiegészítő szolgáltatások adótartalma nem változik. A csökkentés a lakosságnak kedvező, a szolgáltatói árversenyt azonban nem az áfa mértéke, hanem az egyéb adók nagysága határozza meg. A piaci árak alakulását elsősorban a verseny határozza meg. Magyarországon 20 éve versenypiacon van az internet szolgáltatás. Az, hogy az áfa most csökkenni fog, ez bár valamilyen mérsékli a végfelhasználói díjakat, de ennek csak az adótartalma miatt. A piaci verseny teljesen független. Amit befolyásolja a piacot adó szempontjából, az elsősorban a közműadó, a frekvenciákért fizetett díjak és a távközlési különadó. Az áfa csökkentés érinti a vendéglátói szektort is. A szabályozás értelmében 18%-ra mérséklődött az éttermi étel és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalomra kirótt adó. Adómentes lett a bölcsődei mellett az óvodai szolgáltatás, óvodai ellátás is. Ennek értelmében, ha a szülő kisgyermeke bölcsődei vagy óvodai ellátásáért fizetendő díjról odaadja a munkáltató nevére szóló számlát a munkáltatójának, akkor a vállalkozás által megtérített összeg teljesen köztehermentes. A kormány emellett kedvez az első házasoknak is. A nekik járó havi 5000 forintos kedvezmény a családi kedvezménnyel együtt már az adóelőlegből is igénybe vehető. A módosítás visszamenőleges hatályú. Az új szabály nem csak idén, hanem már a 2014. december 31-ét követően megkötött frigyek esetében is alkalmazható.